Na hello srácok, köszöntelek titeket egy újabb demonstrálós videóban itt a csatornán, aminek az alanya újból a Bloodless, ugyanis egyik nézőm ajánlott egy Java alapú kiegészítőt ehhez a játékhoz, ami baromi jól fel tudja egyébként húzni a játék grafikáját, mégpedig 720p-re, tehát 16:9-es széles vásznú monitor felbontásra, ami szerintem eszméletlenül brutális. Nem tudom nektek mi a véleményetek erről, imádom az ilyen régi játékoknak a rajongók által feljavított dolgait, még ha ez csak egy kliens program is. Na de, nem húzom az időt, annyit még elmondok erről a programról, hogy egyetlen hibája szerintem, bár lehet, hogy ez nem hiba, lehet, hogy csak én nem jöttem még rá, hogy hogyan lehet beleiktatni az eredeti CD soundtrackeket, tehát amik nem MIDI alapú hangzást biztosítanak. Amúgy a MIDI-s dolgokkal sincsen problémám, csak elsőként, mikor játszottam ezzel a játékkal, akkor már legelőször a CD trackekhez volt szerencsém, és baromira megtetszettek azok a zenék. Eszméletlenül fel tudják dobni a játék hangulatát. Na de mindegy is, erről ennyit. Kezdek egy New Game-et, és The Way of All Flesh. És ismételten egy Lightly Broiled nehézségi fokon, remélhetőleg akadásmentesen, mert OBS-sel azért rendesen szívózás volt ez a játék. 32 FPS azért lehetne valamivel jobb, és őszintén megmondom, de ez inkább... Hú, de brutális, még így is nagyon jó. 30 FPS mellett is elég durva. Viszont megmondom őszintén, hogy ha én ezt felvételen kívül játszom, ezek nélkül, a laggok nélkül, akkor nekem leprodukál a játék az ezen a felbontáson 120-200 FPS-ig fel tud menni egészen. A helyzet az én konfigomtól elég durva. Tehát meg kell, hogy mondjam, a fejlesztője ennek a kis programnak oda tette elég durván a lelkét, szívét, lelkét, ahogy mondani szokás. Viszont én annyival is megelégszek már, hogy legalább széles vásznon fut, és nem kis képernyő, mondjam így. 30. Nem tud egyszerűen leprodukálni egyébként 30-nál több képkockát, de ez csak a felvétel miatt van így. Annyiból talán jobb, hogy ilyenkor az ugrások is kicsit könnyebbek, ide be lehet menni. Nem, úgy jól emlékeztem. De ezt viszont minden egyes körben itt hagyom, ezt a bomba mennyiséget, akárhányszor játszom a játékot. Gyerünk, kis barátom. Nagyon hamar meghalnak az eredetihez képest. Ha minden igaz, akkor itt most egy jó ugrással. Sokkal könnyebbek egyébként az ugrások, mint az alapjátékban. Hello! Hello! Ezt a becsukódós ajtót, ezt felejtsük már el. Ó! Oh. Átszaladtam rajtuk elég durván. Rád nem pazarlok, hanem vasvillával rontok neked. Valahogy megpróbálom amúgy majd demonstrálni ezt, hogy hogy is működik ez felvételen kívül, de fogalmam sincs egyelőre, hogy reménykőbe fogom ezt megoldani. Egyelőre elégedjetek meg ezzel a 30 FPS-sel, így is elég durván néz ki a dolog. Nesze neked. Te beléd, még beléd lövök. Ez elégett, ahogy hallom. Viszont a társát azt le kéne onnan robbantani. Hol van? Ez lehet, hogy megúszta. Sőt, biztos.
Ott kiabál össze-vissza. Remélem nincs több belőletek. Viszont, mivel tudok nagyot ugrani, ez sem elég nagy. Akkor mindegy. Írtsunk patkányt. Hogy is bírtam ezt kinyitni? Ezt valahogy itt odébb lehetett húzatni, és onnantól hozzá lehetett férni dolgokhoz. Lehet, hogy... Á, nem. Esetleg, hogyha itt variálok valamit, meg is van. Nem, utálom ezeket a dögöket egyébként. Jó. Ágyunk talpra. Kár, hogy nem talál be még akkor se, hogyha így kiabál. Ó, oh, viszont innentől már nyert ügyem van. Patkányírtást vállalok. Kár, hogy eltalálnak. Ami elég érdekes egyébként, mert elég... Szinte lejjebb vannak, és még így is meg tudnak harapni. Maxoljam ki én azt a számlálót. Na gyere! Oké. Okay. Majd valahol feltöltöm az életerőmet. Ugye, aki ismeri a játékot, az tudja, hogy az eredeti engine-je ennek a Build Engine, ami a Duke Nukem-et is hajtotta anno. Megjött a patkányunk. Na, tűnj innen. Kettőt bemostam az egyiknek. Szeretik a vasvillát, nem tudok mit mondani erre. Oké. Okay. 100-as életerő. És kiveszem innen ezt a néhány töltényt, ha már így kinyitottam ezt a titkot. Meg némi TNT innen, és akkor haladhatunk is. Ami talán még hiányzik ebből a dologból, hogy be lehetne vonni a játéknak az eredeti intróját. Kis hangulatfokozó véget. Persze van, aki azt mondja arról az intróról, hogy nem az igazi. Valahol meg is értem, de ettől független még kell ahhoz, hogy teljes legyen a játéknak a hangulata. Ezt még valahogy bele lehetne variálni ebbe az engine-be, és akkor még egy kis plusz hangulat lenne az egész mindenségben. Nesze neked. És nem gyulladt fel. Hanem még TNT is van nála, meg minden, ami kell a boldogsághoz. Oké. A patkány azért... Na. Na gyere! Ennyit még kibírok úgy, és hogyha jól jutok be oda. Még egy patkány. Patkánybolt lett nyitva, vagy mi a fene? Valamit elkezdtem mondani igazság szerint, de patkányokkal való harcolás közben teljesen kiment a fejemből. Na, viszont... Boxer alapú életerő csomag, az nekem kell. Téged leszedlek. Így. És akkor elvileg F5, ugye? Nem. Mert ez a menü. Jó, akkor én viszont... Oh, wow. Játék elmentve, és folytassuk. Elég durván nézni ki még mindig, ezen vagyok kiakadva, hogy igen. 100 FPS fölött egyébként még durvábban muzsikál, de így se rossz. Okés.
most jön a pálya vége. Kíváncsi leszek, hogy ebben a verzióban ezt hogy fogom tudni megugrani. Ezt a titkos helyet, mert az eredetben egy kicsit tegyengében sikerült volna. Na erre a villódzásra viszont nem emlékszem, hogy benne lett volna az eredeti engine-ben. Tehát ha valamit mondanom kéne, hogy tetszik, akkor ez az egyik. Oké, itt... Ha tudnám, hogy melyik a gyors mentés, lehet, hogy gyorsan utána is nézek. Csak hogy ti is tisztában legyetek vele. Feltéve, hogyha bent van a többi dolog között, hogy quick save vagy bármi. Nagyon úgy néz ki, hogy nem. Na mindegy, annyira nem is fontos. Megpróbálom. Mondjuk igazából itt vissza lehet ugrani simán, tehát teljesen mindegy. Na, barátom, észrevettél. Mi ez a tripla lövések halmaza? Repülj csak, ha már ennyire hülye vagy. Leveszed az életerőmet? Mocsok. Hopp, nem sikerült. Nem, most nem megyek oda még. Kicsit, mintha gyorsabban mozogna a karakterünk amúgy, mint az eredetiben. Hoppá! És megvan a napalmunk. Sokkal stabilabb egyébként szerintem, mint a eredeti engine, vagy pedig a cross matching módosítás, tehát ennyiből dicsérem azért nagyon. Legalábbis szerintem sokkal stabilabb, ezt mondja el mindenki a véleményét magában, vagy a komment szekcióban. Szerintem még lesz azért egy-két őrült. Robbantsunk. Ott is robbantunk mindjárt egyet. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Hello. Nem baj, ha kijöttök, barátaim, így is meg tudjuk beszélni. Feltéve, hogyha az az őrült ott a túloldalon nincs itt. Mit kommandózol ott, mi? Akkor az első napalmot rád pazarlom. Mi az, hogy nem dobott fel a talpad? Oké. Nem sok életerőm maradt, az a helyzet. Szóval ezzel már spórolni kéne, de így nem fog menni. Várjunk csak! Aha. Legyünk csak szépen 100%-on, nem kell azonnal meghalnunk. Ügyesen át sétáltak innen. Ahhoz képest egyébként, hogy az eredeti játéknál ezt nem nagyon csinálták meg. Így. Hello. Nem morog, nincs semmi gond. Oké, akkor most vagyunk ott, hogy egy elbetűvel szépen elforgatom ezt az egészet. Ez itt rendesen kiterült. Focizunk egyet a fejével. Szóval megint 87 életerőnél tartunk. Ezek egyébként mindig a frászt hozzák rám. Attól független, hogy egyáltalán nem okoznak sebzést. Valahol hallottam egyébként robbanást.
Aha. Ez még fel fog kelni. Jó, nem pazarlok rátok, gyertek a vasvillámra. Gyere te is. Ott is van valaki a távolban. Remélem ezt elibe talál, barátom. Közben megjöttek a barátaik. Rohadt jó ez a módosítás, én mondom nektek. Ha még nem mondtam volna elégszer. Életerő. És most már lassan el kell lőni megint egy mentést, mert nem szeretnék csak úgy meghalni. Meg a durvább fegyvereinkkel azért spóroljunk, ha már így nálunk van minden. És telibe talált a hála az égnek. Az a helyzet, hogy ezt a szöveget még így se értettem, hogy ezzel a módosítással játszok. Annyi egy kicsit a hangzása, mintha másabb lett volna az eredetinél. Egy kicsit felerősítették volna. Hoppá, hoppá, gépstukkeros. Nekem meg napalmom van, mit szólsz, hol vagy? Jó, rád nem pazarlom. Te gyere csak ide ki, és megoldjuk. Mindenféle extra problém nélkül. Aha, veszik a jegyeket. Nagyon el vagy ott bent. Már megvagytok. Jó, szerintem ti megérdemeltek egy napalmot, gyertek elő. Te meg aztán főleg. És lefekszik, holott úgy nem tud megölni, hogyha fekszik a földön, de azért ő lefekszik. Csak tudnám, hogy hol van a barátja. Nesze neked. Oké, maradt még némi töltényem ebben. Úgyhogy akkor most nézzük, mit tudok. Jó. És valahol itt lesznek a barátaik is. És itt már legalább nem bugol ki ez a szemétláda kulcs. Hála az égnek. Miskatonic Station, meg egy bunkó. Mekkorát sebzett. Aha, gépfegyveres. Kelj fel onnét. Kevés a lőszer, az a baj. Viszont úgy emlékszem, hogy lehet belőlük is nyerni életerőt. Bár ez nem teljesen fair, de mindegy. Az a nagy helyzet, hogy nekem most arra szükségem van. Sörét. Aú! A sunyulós formádat. Legalább te kiterültél, a barátodat meg elintézem a hagyományos módon, ha ide tud végre sétálni. Az a helyzet, hogy ezen a nehézségi fokon kicsit ritkábbak azok a életerő bónuszok, amik amúgy rengeteg
mennyiségben fordulnak elő. He. Úgy se dobtad el a szíved, mi? Talált! Gyere nyugodtan, nincs semmi baj, mindjárt megbeszéljük. Na, mi van? Nem mersz közelebb jönni? Hopp, még egy ilyen őrült. Szívet egyik se dob, úgyhogy most eléggé gázba vagyunk. Ide viszont nem megyek be. Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, 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 na gyere. Franc egye meg, ez hatalmas se ütött. Nem kell itt meghalni. Vissza is töltöm inkább. Ú, ennyire az elején. Na jó, ezt megint visszatöltöm, most egy kicsit gyengén jött ki a dolog. Nesze. Nagyon elvagytok ott bent, az a helyzet, de maradjatok is ott. Mennyi van ebbe? Ha ez nem jön ide, akkor most szépen oda beengedek. Úgy. És akkor már is két lövöldözőssel kevesebb. Hello. Láttam ám, hogy ott vagy. Remélem... Ó! Oh, az igen, hogy leszedtem mindent. Na de most... Ez az. Na gyere! Ez mondjuk fölösleges volt, mert itt csak kevesebb lett a lőszerem. Na gyere! Mondjuk annyival kevesebb a baj is. És kit találtam telibe, hogy franc vigyen el téged? Jézus. Oké, ennek annyi. Életerőt egy kicsivel feljebb töltöttem, de nem sokkal sajnos. Hogyha ezt a szegmenst befejeztem sikeresen, remélem sikerülni fog, akkor el kell lőjek egy mentés. Kettő is van itt még. Hú, de utálom, hogy kettő jön egyszer. Az egyik baltás, a másik nem. Hova húzta félre a belét? Jó, ez meghalt.
többiek közé pedig megpróbálok majd beengedni egy hatalmasat, miután mentettem a játékot. Mondjuk őkelmét még kicsalogatom. Így, né, és akkor elő a napalm betűt. Nesztek. Remélem mindnyájótok megbánta. És nem dobott el egyik se szívet. Oh. Mi ezt meg tudjuk beszélni old fashion way-ben is. Ott viszont van egy szívecske, miután legyaktam ezt a patkányt, felveszem. Úgy csak rosszabbul jöttem ki. Ez így már nem jó. Ezt eléggé elbénáztam, szóval hol is volt? Itt volt. Jó, nem nagy ügy. Ó, erről teljesen megfeledkeztem így második körre. Úgy néz ki, mindenki megérezte, úgyhogy akkor most bejövök. Csavi! Oké, és most valahogy úgy kéne onnan azt a szívet kihozni. A patkányokat elintézve, minden probléma nélkül. Jó, kettő egyszerre. Ez, és most nem próbálok meg felmászni oda. 68, tökéletes. Már lehetne több is. Kérdésem már csak az, hogy van-e itt bármi is elrejtve. Last of Us. Na igen. Csákány. Sunyi. Én is sunyi leszek. Jesszus úristen, de megbántam én ezt. És még szívecskét se kaptam, na ez. Mi a fene? Milyen fal van ezelőtt? Oké, ez meg volt. Az a baj, hogy úgy néz ki, hogy itt nem igen van szívecske, vagy mégis valamit fel kellett, hogy szedjek, mert lett egy plusz életerőm. Oké, és most jön a nagy trükk. Maradt még napalmam? Nem mi. Akkor maradt az, hogy egy nagy mentés. Ezt én se úsztam meg. De hogy hallom, végre ő se. Na most, hold kulcssal ide be kell jutnom problémamentesen. Itt még lesz egy trükk, úgy emlékszem, úgyhogy nem vagyok teljesen biztonságban. Hoppá! Legalább én le tudom szurkodni őket innen föntről.
ha csak nem kerülnek túl közel. Hú! Beszorultál, barátom. Hadd segítsek. Oké, kinyírtuk őket. Úgy néz ki, hogy a játék az ki se engedett volna addig, amíg nem ölöm meg őket. Na most viszont a végső stádium a pályának, úgyhogy itt egy újabb nagy mentés. Egyben az utolsó is. Nem rád akartam pazarolni, de túl közel voltál. Van még egy belőled? Oké. És most jön a nagy húzás. Kaptam legalább egy Tommy Gunt is. Ez nagyon jó. Nagyon jól fog jönni. Kár, hogy most csak kevés lőszer van hozzá. Na itt viszont hatalmas mentés megint. Tudom, most volt nem olyan rég, de nem baj, hogyha van. Főleg ezért. Itt nem egy ellenfél van. Várjunk csak. Nem vettem fel én egy kulcsot? Vagy az ott maradt, miközben hadakoztam a vadbarmokkal? Nem, határozottan felvettem innen a kulcsot, ami aztán... kell, hogy kinyissam a... itteni ajtót. Ami mögött még egy adag ellenfél kifalni, persze. Meg előtte is. Szóval ezt újra betöltöm. Gyere! De jó, rátok pont nem számoltam, azt hittem már kinyírtalak titeket a mentésben. Vissza a Tommy Gunt. Na, dugd ki a képed. Te is megjöttél? Jó. Szeretek veled mókázni. Ez az. És már csak a kintiekkel gyűlhet meg a bajom. Oké, nálam van a kulcs, jó. Viszont hogy... ez az, ez egy. Viszont most már az életem is kevesebb. Na, próbáljak meg valamit. Elég már jobban, amivel. Van ott még kint ellenfél. Na ne szórakozz, hogy beállsz oda. Most életet kéne szerezni, mielőtt szórakozunk. Az a baj, hogy van jó páran. Jó, ez feldobta a talpát. Remélem, ezt megbántad, barátom. És akkor most, ha nem kap el senki, akkor befejezzük a pályát. És srácok, szerintem ezzel egyben a videót is befejezzük. Remélem tetszett ez a kis demonstráció. Nekem nagyon tetszik ez a jávás játékmotor
ez az egész Bloodhoz. Én már garantált, hogy végigviszem a játékot újra, úgyhogy én el leszek egy darabig. Ha gondoljátok, töltsétek le, majd adok egy linket a leírásban ehhez a kis cucchoz, remélem tetszeni fog nektek is. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, osszátok meg Facebookon, Twitteren, hamarosan érkezem. Sziasztok!